az MB2-es kézilabda bajnokság délkeleti csoportjának negyedik fordulójában a kiskumajsai KC érkezett a Törökszentmiklósi Székács kézilabda egyesület otthonába. A mérkőzés elejé tapogatózás után a 8. percre 4, a 15. percre 7 gólos előnyre tettek szert Holló Alexék. Ekkorra gyakorlatilag el is dőlt a mérkőzés. Dócs Árpád és Berkes Gergő góljainak is köszönhetően a félidőben már 19-9 állt az eredményjelzőn. A második játékrészben sem történt számottevő változás. Az 51. percben már 15 volt a két csapat góljainak száma közötti különbség. Berkes és Dócs mellett megvillant a fiatal Sütő Döme is. A végén kicsit kiengedett a Szloska csapat, de így is sima meccs lett. Izgalommentes mérkőzésen Törökszentmiklósi Székács kézilabda egyesület, Kiskunmajsai KC 39-28. Azt érzem, hogy vannak hiányosságaink még, de azért tényleg az első perctől kezdve jó felfogásba, jó szellembe tudtunk játszani. Ugye készültünk arra, hogy a Waltert kiveszik, tehát az a játékunk is jól működött. Tulajdonképpen tényleg az első perctől kezdve, tehát azért azt gondolom, hogy a félidőben lévő eredmény a 19-10 azért meghatározta a mérkőzésnek a végkimenetelét. Az a másik dolog, hogy az egy jó dolog volt, hogy nem engedtük magunkra az ellenfelet. Van olyan, amivel különösen elégedett vagy a mai meccsen? Hát, talán azt gondolom, hogy vége lett, tehát, mert azért tényleg azt, amit az előbb is mondtam, hogy vannak hiányosságok, tehát amikor felállt fal ellen türelmesen tudunk játszani, akkor megvannak a helyzetek, és azért a mai mérkőzés is bebizonyította azt, hogy akár az első, akár a második félidőben, hogy két-három passzos játék az nekünk nem megy. Tehát ne akarjuk keresni egyből beállót, ne akarjunk egyből belelőni, mert az eddigi mérkőzéseken is tulajdonképpen látható volt az, hogy amikor ki több passzunk van, 6-8-10 passzt csinálunk felállt fal elleni kézilabdánál, akkor tulajdonképpen folyamatosan zicsereink vannak. Eddig nagyon jól kezdődött ez a szezon, hasonlóképpen, mint az előző. Milyen lesz a folytatás? Nagyon bízom benne, hogy ugyanígy folytatjuk. Hát most az egyértelmű, hogy már most tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy másfél éve minket akar mindenki megverni. Hát biztos, hogy fog sikerülni. Tehát mi ugyanúgy készülünk hétről hétre, mérkőzésről mérkőzésre. Aztán, hogy ez hogy fog kijönni, tehát hogy győztesen jövünk le, akkor győztesen jövünk le, véletlenül vesztünk, gyengébbek vagyunk, meghajolunk.